Sok szeretettel köszöntöm a Civil Úr Senior Akadémia hallgatóit, nézőit. Ezúttal Huber Sebastian a vendégem, aki történész, és nagyon régóta segíti a munkánkat, most már második fél éve a Civil Úr Alapítvány Akadémiájánál. Egy nagyon érdekes témát szoktál előadni, a nemzeti érzés és a sport szerepe, a kettő összekapcsolódása. Nem is húzom az időt, meséld el, hogy szerinted az idősebb korosztály számára ez miért fontos, miért érdekes téma? Egy nagyon nagy megtiszteltetés, hogy egy ilyen kezdeményezésnek a részese lehetett, mert azt gondolom, hogy az egész elképzelés, miszerint az aktív időskort segítsük elő, ez egy nagyon fontos és hasznos dolog. A saját környezetemben, rokonságomban is látom, hogy azok a tapasztaltabb emberek, akik megőrzik a szellemi és testi frissességüket, mozognak, eljárnak rendezvényekre, gondolkodnak valamit, foglalkoznak valamivel, azoknak jobb az életminősége, láthatólag egészségesebbek, könnyebben megbirkoznak az életkorral adódó problémákkal. És azt gondolom, hogy ebben egy lehetőség a sport. Ugye sokan közülük korábban akár sportoltak, akár követték a sportot, de talán most már eltávolodtak ettől, és a sport egy olyan lehetőséget ad, ha egy sporteseményt nézünk, szurkolunk egy csapatnak, ami mindennapokban egy kis változatosságot hoz. Ugye az éveink telnek, a diákkorunkra úgy emlékszünk, hogy na ebben az évfolyamban az történt, abban az évfolyamban az történt, de utána, mint ahogy minden olyan gyorsan eltelt volna. És ott is van az életünknek egy ritmusa, egy megszokott formulája, ami részben jó, ez ad nekünk biztonságot, de részben, legyünk őszinték, néha kicsit unalmas is. És a sportesemények ezért nagyon pozitívak, nagyon jók, mert szurkunk egy csapatnak, hol nyer, hol veszít, de nem tudjuk azt, hogy ez mit fog kiváltani belőlünk, és nem tudjuk, mi lesz az eredmény. Nem tudjuk, hogy most ad egy kis izgalmat, egy meglepetést az életünkben. És emellett, hogy az előadásban még arról szoktam beszélni, hogy magát a nemzeti érzésnek, vagy akár bármilyen közösségi érzésnek a megélését mennyire segíti a sport. Ugye a nemzeti érzés sok szempontból elvont. A kultúránkon keresztül tudunk hozzá leginkább kapcsolódni, és a kultúrának egy része a sport, és az, amikor mondjuk látjuk az olimpiai bajnokainkat, és fölvonják nekik a magyar zászlót, eljátszák a magyar himnuszt, akkor az egy olyan érzés, ami minket is elfog, ami egy örömteli érzés, egy együvé tartozás érzése, és ugye arra is szoktam példákat hozni, hogy ez bizony a sportolók is érzik, hogy mennyien állnak mögöttük, hogy támogatják őket, hogy szurkolnak nekik, és az, hogyha valamit elérnek, akkor azzal sok embert boldoggá tudnak tenni. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy lehetőség. Arról nem is szólva, hogy az ember követ egy sporteseményt, azért egy ott olyan dolgok, olyan információkhoz is hozzájuthat, hogy amit máshol nem tudhat meg. És amit még különösen jelenkorban fontosnak tartok, hogy a sportolók egy olyan példaképet jelenítenek meg, akik nem csak az adottságaik révén jutottak oda, hanem nagyon komoly munkával, nagyon komoly aktivitással jutottak oda, hogy sikeresek lettek, nem valami magamutogatással, vagy talán kicsit értéktelenebb tevékenységgel érnek el sikereket, hanem kőkemény munkával, mert a tehetség az önmagában egyetlen sportban sem elég. Tehát én ezért is egy példának gondolom a sportot, és hát Magyarország, hála Istennek, egy nagyon sportszerető ország. Ezt látjuk azt, hogy az olimpiákon is olyan emberek, akik egyébként nem követik napi szinten a sportot, milyen lelkesen tudnak szurkolni a magyar versenyzőknek, és hát láthatjuk a futballválogatót, vagy akár a Fradi meccsein is, hogy mennyien, és különböző társadalmi csoportokból olyan emberek, akik egyébként nem sok közös van bennük, egymás mellett szurkolnak, beszélgetnek egy adott csapat teljesítményéről, és ez egy olyan közegben, ahol esetleg idősebb emberek vannak, ott is egy lehetőség, egy kapcsolatteremtésre. Ráadásul ezt mindig ki szoktam hangsúlyozni, a szurkolói lét az, ahol idősnek lenni értelme. Mert aki látta Puskást, látta Albertet, látta Gyilasit,
látta Ebeblit, az ott az egy olyan tudás birtokosa, ami a fiatalabbakra nincs meg, és ha ezt nem tudálékosan adja elő, hanem ilyen kellemes történetekkel, akkor bizony tátott szájjal hallgatják, úgyhogy ezért is egy nagyon-nagyon pozitív dolog, akár a már korosabbak számára is az, hogy a sporttal foglalkoznak, vagy erről ebben napi szinten követik az eseményeket. Annyi lenne még a kérdésem, mert hát ez minden szóban nagyon pontos volt, és nagyon jól meghatározod azt, hogy mit jelenthet, miket jelenthet a sport, hogy neked van-e ilyen példaképed, akire azt mondod, hogy rá, mint sportolóra, emberileg, a sport teljesítményét tekintve minden szempontból példaként nézel fel? Én úgy példákat nem szoktam, vagy nekem egy példaképen van, vagy Jézus, tehát ő, az ő követése az viszonylag nehéz, és ő nem is volt sportoló, bár talán a legjobb teljesítményt nyújtotta minden szempontból. De ha egy sportolót meg kéne neveznem, akkor én Sárosi Gyurkát nevezném meg, már csak azért is, mert az én nagypapám, aki nem volt egy bőbeszédű ember, aki családi történeteket sem mesélt, hogy milyen volt a gyerekkora, vagy a családja. Ő két emberről beszélt sokszor, Albert Flóriánról és Sárosi Györgyről, és Sárosi György egy kicsit kevésbé ismert, pedig a 30-as években a világ legjobb labdarúgójának tartották, csak hogy egy példát érzékeltessek, hogy mennyire népszerű volt, ugye akkor még nem volt tévé, rádió is alig. Sárosi Gyurkáról például gyufás dobozokat forgalmaztak Máltán, olyan gyufás dobozokat, ahol az ő képe volt, ekkora világsztár volt ő, és akkor legjobb olasz futballistája, Piola mondta, hogy azért Sárosi a világ legnagyobbja, mert védőként, középpályásként és csatárként is világklasszis, és emellett ugye egy nagyon tanult ember volt, ugye jogi doktorátus szerzett, egész életében hű maradt a klubjához, csak a Ferencvárosban játszott, ő lőtte a legtöbb gólt a Fradiban, és a legtöbb NB1-es meccset is ő játszott a Ferencvárosban, és emellett nem mellékesen a II. Világháborúban az üldözöttek oldalán állt, többek között egyébként a háború után pedig például Falődi Györgyöt, a költőt, aki pedig hát nem kifejezetten fradista érzem, egy ilyen turista busszal hazacsempészték, és ebben is neki volt ott a érdeme volt, de ahol, amikor tényleg nagyon nehéz volt a helyzet a II. Világháború alatt, akkor kifejezetten az üldözöttek segített, és aki találkozott vele, az mind azt mondja, hogy emberileg is egy egészen kiváló, fantasztikus ember volt, és edzőként egyébként Olaszországban is nagy sikereket ért el, úgyhogy már a családi kötődés és hát a életútja megismerése okán is talán egy példaképet kéne megneveznem, akkor ő lenne az. Nagyon köszönöm ezt a beszélgetést, és arra kérem a hallgatókat, hogy egy kicsit nézzenek utána Sárosi Györgynek. A Civil Út Senior Akadémia novemberi második videóját hallották, a legközelebbi videóval decemberben jelentkezünk, keressék meg az odaadó.hu oldalt, és mindenkinek nagyon jó egészséget kívánok!